2017-ben a magyar kormány és a magyar állam újjászervezte a mezőegyesi ménesbirtok és tangazdaság működését a mezőegyesi polgárok kezdeményezése alapján. Ahogy említettem, a magyar agráriumban különleges szerepe és helye van az elmúlt 230 esztendőben ennek a vállalkozásnak. Értéket, mentalitást, kultúrát, gondolkodásmódot képvisel, amire nagyon büszkék lehetnek a mezőegyesiek. Tehát aki mezőegyesi, az emelt fővel járhat a mögöttünk hagyott 230 év miatt, és úgy gondolom 2017-ben bebizonyítottuk azt, hogy a magyar állam jó tulajdonos is tud lenni, és a magyar állam olyan vállalkozást működtet mezőegyesen, amelyre a mezőegyesiek büszkék lehetnek a következő 230 évben is.